Szép jó napot mindenkinek! A felső Tiszavidék fenegyerekével, Sari Jóska bácsival megfőzzük a gyorsított babgulyást. Megmutatom, hogy jó napot, Józsi bácsi! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Nagyon jó! Nagyon, különösen, amikor itt vagyok veled. Nálatok hogy kezdik a gulyást? Először is azt az üstet, az üst alá aláfűtik. Igen, azt de ezt ez nem így működik nálatok. Nálunk nem, mert azt akarom megmutatni a nézőknek, hogy a gáztűzhelyen vagy ott otthon is a konyhába meg lehet főzni a babgulyást. Itt van nálad a császárszalonna, vágd fel azt, és közben én felvágom a hagymát. A hagymát, megvan beszélve. Jóska bácsi, te técsői vagy? Vagy viski? Én viski. Visken születtél? Visken születtem, és viski is vagyok. Ezt akkor így vegyük tudomásul. Aha. És elsősorban a viski közösségnek az érdekeit igyekszem képviselni minden formába, de mivel a Felső Tiszavidéki Középszintű Szervezet elnöke is vagyok, ennek megfelelően minden egyes Felső Tiszavidéki magyarnak az érdekeit képviseled. Jóska bácsi, ha jól tudom, te magyar tanár vagy, igen? Igen. Magyar tanár voltál. Voltam, már nyugdíjban vagyok. Nyugdíjban vagy. Mint nyugdíjas tanár azért a közösségi életnek, életben mindenféle formába igyekszem ott lenni, jelen lenni. Uh-huh. Mint ahogy eddig is ott voltam, hát 70 éves koromra azért sok mindent... 70 éves vagy? Sok mindent végigjártam. Sok mindent hát nagyon jól nézel ki. A kezdetektől ott voltam a ott voltál, igen? Az irányításában. Uh-huh. Mikor főztél utoljára babgulyást? Az a helyzet, hogy babgulyást nem nagyon főztem, viszont bográcsost, meg passzújlevest. Azt igen, azt máskülönben nagyon szeretjük, de a papgulyás az az utóbbi időben különösen finom. Finom. Számunkra, mert aki jól készíti el, és most jól készítjük el. Az isteni. Ezért jutott eszembe, hogy babgulyást szerettem volna csinálni, mert ez egy híres leves, amit elfelejtettünk, és nagyon ritkán csináljuk, és mikor már lehűl az idő, akkor ezekből a füstölt húsos levesekből szerintem nem lehet eleget enni. Ilyen füstölt húsokból fogjuk megcsinálni ezt a levest. Nem teszünk bele most kivételesen cupákos húst, de tarja lesz benne, és császárszalonna, és lesz benne kétféle füstölt kolbász. Elmondod, hogy milyen az a cupákos hús? Cupákos hús az a, szerintem a izének, a disznónak a lába, nem? A patája. Igen. Igen. A disznónak bele kell lépni a babgulyásba. A babgulyásba. Erről van szó. Tehát az, annak azért benne kell lenni a... Benne, persze, a lábának. A lábának. Na, teszünk alá egy pici zsírt, és akkor olvasszuk ki ezt a császárszalonnát, amit itt vettünk Beregszászon a piacon. Rögtön sül. Már adom is neked. Adja. Azért teszünk alá egy pici disznó zsírt, mert ez a császárszalonna jó húsos, és kevés benne a zsiradék. Figyelj, és ezzel mit fogunk csinálni? Ezzel? Bőrkével. Mondjuk ez nagyon bele? Finom lesz az benne. Tegyétek csak bele. Tegyétek csak bele. A múltkor, mikor Seder Ilonával főztünk, ő is beletetette velem a lecsóba. Még felvágom közben ezt a hagymát. Téged meg megkérlek, vágd fel a murkót. A babgulyásba nem teszünk sok zöldséget, mert a hagyma és a füstölt húsok szerintem az tökéletesen elég. És ha túl sok zöldség van benne, akkor édesíti, nem? Édesíti, pontosan. Ennyi. Még krumplit se teszünk bele ebbe az ételbe. De lesz benne viszont kétféle bab, azért mert gyorsított, ma konzervbabból fogjuk megcsinálni, és mikor már félig megsült a császárszalonna, és akkor jöhet bele a hagyma. Nekem úgy mondták, úgy tanították, vagy úgy tapasztaltam, hogy egy kicsit, ha megpirul a hagyma, nem kell, hogy elégjen. Nem is kell. Picit megpor. Az egy különleges ízta. Persze, na, persze. Úgy is lesz. Akkor meg jól vagyunk. Figyeljétek, ilyen füstört tarját vettünk,
a piacon, kaptunk, és már egy picit bepucoltam, vagyis megpucoltam a füstössét, és a felesleget leszettem róla, úgyhogy kis kockára, ugyanúgy, ahogy a császárszalonát vágtad fel, akkor kis kockára vágd fel, mert ilyen éttermes, gyorsított, otthoni babgulyás lesz. Általában a murkót azt is felszoktam sütni. Jobb íze van. Persze, hogy jobb íze. Ki kell dolgozni a zöldségekből, ami benne van. Jóska bátya, ti minden gombát gombával csináltok? A felső tisztatot nem téged, mert ott... Arra is vigyázni kell, nem kell túl sok gombát. Például egy ilyen babgulyásba azért egy maréknyi gombát, ha beleteszünk, akkor az nagyon jó. És hova jártok gombázni? A felsőti szőjéken, hova járunk gombázni? Hát a hegyekbe. Te ugyanúgy mondod, mint a guti cigányok, mikor megkérdett tőlük, hogy hol szedtétek a gombát. Azt mondja, az erdőbe. A Kárpátokba. Hát a técsőjék, megkérded a técsőjétől, akkor meg azért hol szedted a gombát? Azt mondja, hol? A Viski hegyekbe, meg mindenütt. Hát igen. Jóska bátya, mi a kedvenc ételed? Mit szoktál, mit szeretsz a legjobban? A finom ételeket szeretem. A finom ételeket. A finom ételeket szeretem. Legyen az húsos, legyen az zöldséges, legyen az bármilyen, de finom legyen. Jóska bátya? És vigyázni kell az ízekre, igen? Hogy ne legyen túlságosan sok íz benne, hanem harmónia legyen. Egyetértek. Pont azért csináljuk ezt most füstösen, pontosan. És hidd el, hogy óhajod számunkra parancs, a fiúk hoztak bokros gombát. Beletesszük? Tegyük bele. Be is fogjuk tenni. Ha már viski emberrel főzünk, akkor a gombát, amit említettél, ide teszem melléd, és akkor majd mondod, hogy mikor tesszük bele. Mert ennek az ételnek azt a variációját szeretném bemutatni, amit egy gazdaasszony vagy egy férfi el tud készíteni otthon, vagy a gázon, vagy az elektromos főzőlapon. Jóska bátya, egy titkot elmondok, nálunk, meg nem csak nálunk, hanem mindenhol, szerintem úgy a legjobb, ha le van sütve, pörtve a hús, és csak utána öntjük fel. Így van. És most ezzel foglalkozunk. Így van. Van még egy kis időnk. És ezzel most foglalkozz. Egy picit összesütjük, jön rá a paprika, felöntjük, és akkor lesz egy pici időnk, hogy megcsináljuk a többi hozzávalóját. Szépen sül a alapja a babgulyásunknak. A gombával megvagy? Meg bizony. Na, akkor tegyük bele, és megkérlek, akkor vág fel, légy szíves, ezt a piros paprikát, mert azt is szoktam beletenni. Ősz van, és akkor az nagyon finom lesz szerintem. Egy picit felsütjük a gombát. Jóska bátya, mesélj, milyen kultúrprogramok vannak nálatok ott a felső Tisza vidéken? Hát, most a koronavírus kapcsán nagyon sok mindent be kellett fejezni, és nem tudtuk végigvinni, de viszont a 30 év távlatában nagyon fontos dolgok történtek nálunk. Jóska bátya, azért 30 év nem kevés idő. A 30 év távlatában sok minden történt nálunk. Az első volt az, ami elindult, ez a kórus találkozó volt, amit Técsén minden éven megtartottunk. Most úgy néz ki, hogy nem sikerül megtartani, de a továbbiakban mindenféleképpen vissza fogunk hozzátérni. Az augusztus 20-a, mint olyan ünnepségünk, ami központi ünnepségünk Aknaszlatinán, azt szintén megtartottuk. Azon kívül létrejöttek az intézményeink, létrejöttek az iskoláink, létrejöttek az óvodáink. Ezeket az óvodákat mindenféleképpen segíteni és támogatni kell. Az anyanyelv megtartását ott különösen a szorványokban nagyon oda kell rájuk figyelni, és nagyon meg kell tartani. Nincs más lehetőségünk. Vissza kell térnünk az anyanyelvhez, viccen a szó a szájszögletén, de elindult egy folyamat, az óda folyamata, az iskola folyamata, ami talán vissza tud valamit hozni abból, amit nagyon sok idő alatt elveszítettünk. Elveszítettünk, értem. És hány évig voltál magyar tanár? 73-ban kezdtem, végigjártam
a tanári pályának minden egyes részét. Te hol fejeztél, hol tanultál? Az Ungvári Állami Egyetemen, aztán majd Batáron voltam. Hányba felvételiztél? 68-ban és 73-ban fejeztem be. Batáron dolgoztam egy évet, aztán majd Viskre kerültem, aztán majd első osztályos lettem, a gyerekeknek a cipőjét én kötöttem be. Aztán majd a... Mi nemrégen voltunk Visken. Mondjál aztán már valamit, vagy két szót a viski lányokról. A lányok? Szerintem a legjobbak, hát nem? Hát te csináld már, nem nézted meg őket? Hát persze, hogy nem csak minden, mindenött figyelni kell a lányokra. Különösen, ha felfele megy ott a felső Tiszavidékre, ott különösen figyelni kell a lányokra, mert ott nagyon vegyes társaság él, és ez a vegyes társaság... Össze van keveredve, mi? Különösen szép hölgyeket hoz létre. Uh-huh. Jóska bácsi, te vagy az idősebb, úgyhogy tőled kérdem meg, mert rátehetjük a paprikát? Szerintem a lényeget kell most már rárakni, minden. Akkor rak rá a paprikát, megvan, én elkavarom. Megvan beszélni. Egy tipp, soha ne hagyjátok megégni a paprikát, mert ez nagyon fontos. Erre nagyon vigyázz. Nagyon vigyázz. Erre én rátenném vigyázz. Az egészet. Az egészet? Az egészet tedd rá. Igen. Én úgy szeretem, mikor sok paprika van benne, meg legyen és benne. Az sűríti az ételnek a levét. Tedd rá mindet, ne sajnáld. Gábor barátunktól kaptuk Dobronyból. Szépen elkavarjuk. Nem gyenge. Tovább mit teszek? Hát, ez lesz a bors. Fekete bors, azt ez kell lesz rá. A fekete bors. Tegyed, fekete bors. Hú, sok lesz. Az elég. Oké? Okay? Nem lesz a sok. Tegyünk bele egy pici kömény. Egy picit tegyél bele csak. Ugye? A lényeg az, hogy semmi se jó. Érződjen ki. Egyetértek, tökéletesen. És tegyél bele még egy pici fokhagymaport. Jó? Fokhagymaport. Hallgass igen. Meg. Fokhagyma. Szárított fokhagyma. Ez mi jó lesz? Szoktuk használni? Igen. Ez annyit tegyél bele, és rögtön fel is öntjük. Így. Figyeld, milyen szép színe van. Az jöhet bele. Két babérlevél. Két babérlevél. Kettő, igen. Kettő. Kettő. Háromat teszek. Lehet három. Háromat teszek, ne csináld. Visken, három mit, a magyar igazság. Mit idétlenkedünk a babérlevéllel? És le lehet fedni, és legalább egy 30 percet rotyogtatjuk. Jóska bátya, felöntjük vízzel, de hallod, nem kóstoljuk meg, még utána fogjuk ízesíteni, jó? Istenem. Még van mivel foglalkozni, mert ez a füstölt hús, meg ezek a császárszalonnál szerintem nem kell kóstolgatni mindig, mert tudjuk, milyen az íze. És akkor ebbe a levesbe csinálunk galuskát. Te megcsinálod a galuskát, én meg megcsinálom a rántást, jó? Oké? Figyeld, ez a tiéd. Két tojásból szerintem elég lesz. Elég? És hozok neked lisztet. Na. Maga töké. És akkor tegyünk bele, szerintem sózd meg. A haluskát mindig... Erre gondoltál? Látod, ilyen rózsaszín sónk van. Nem olyan, mint Visken. Nem Viskről van szó, hanem a szlatinai sótól nincsen finomabb, csak az már nem működik. Figyeld, most én ezt nagyon szépen... Te csináld a galuskát, én meg megcsinálom a rántást. Édesanyámtól úgy tanultam, hogy nem kell azt teljesen összekeverni a galuskát. Az lesz a jó, ha nem teljesen sima. Szerintem is. Ne legyen teljesen... Az rögtön olyan házias, sima, nem? Sima, igen. Nem, majd, de közben itt csinálom a rántást, egy kanál lisztből lesz megcsinálva a rántás. Az lenne jó, ha ebbe az egész folyamatban, mert most itt vagyunk valahol az Alföldön, és ez egy nagyon szép hely. És elsősorban alföldi ételeket eszik. Hát... De fogtok jönni arra fel, a felvidékre is, nem? Meghívlak benneteket, meg én bizony, mert több nemzetiség él ott körülöttünk, és azoknak mindnek nagyon finom ételei vannak. És akkor azt kipróbáljuk legközelebb. Azt mindet el kell készíteni. Egy fokhagymát a rántásba mindig bele kell tenni? Feltétlenül tett mindig. Bele. Igen. Te tudod. És így nyomunk bele. Várunk ott a felvidéken. Jó. Mert ott azért különböző nemzetiségek élnek együtt, ukránok, ruszinok, románok, olyan isteni kajáik vannak, hogy az nem igaz. Azt mindet el kell készíteni. Ez szépen megpirult, a rántást most már beleteszem. Azaz. Figyelj. Ez adja meg ennek a levesnek a sűrűségét. Így. Úgy látom, a galuska tökéletes, mindjárt bele is szaggatjuk, csak tegyünk bele
konzervbabot, teszünk bele feheret, azért, mert ez gyorsított babgulyás, nem szeretnék rá időt fordítani, hogy megfőjön passzúj. Teszünk bele vörösbabot. Azt már szeretem, a passzúj. Igen, passzúj, mert hát ez babgulyás. A fuszújka. Rotyogtassuk egy picit össze, vigyázzunk rá. Úton vagyunk, és jó úton vagyunk. Figyeld, hogy csinálta meg Jóska bátyja a galuskát. Ilyen állaga kell, hogy legyen, és mindjárt beleszaggatjuk, csak előtte felvágjuk a kolbászokat, mert ennélkül nem lehet a babgulyás. Ha gyorsított, ha hosszabbított. Kutya fülé se ér a babgulyás kolbász nélkül. Igen. Ne csináljátok már. Félsrégre vágjuk. Igen. Neked a vadászkolbász jutott, én meg ezt a házi kolbász felvágom. És teszünk bele bőven, csak előtte felsütjük. Így. Na. Már fel is van melegítve a grill serpenyő. Meggrillezzük a kolbászkákat, és jön bele a levesbe. Jóska bátya, nézd már meg azt a kolbászt. Hogy állunk? Mert szerintem leves... gyönyörű. Gyönyörű? Akkor figyelj, jöhet bele. Kegyük bele. Rakjátok. Ezt... Bele-fele. Azt a kutya kiskésítek. Gyönyörű így lesz. Így bele a levesbe. És figyeld, most Jóska bátya, azt mondtad, hogy én szaggassam bele, amit te kevertél be. Mert galuska nélkül babgulyás nincs. Semmit se ér. Semmit se ér. Úgy szokták csinálni, akinek nincsen galuska szaggatója, már pedig nem mindenkinek van, meg nem is volt, úgyhogy ilyen parasztosan, kanállal szépen beleszaggatjuk ebbe az ételbe. Így. Jó nagyokat. Úgy szeretem. És a kanált mindig le kell vizezni, és akkor jobban sikerül. Így. Így szaggatták régen a nokedlit. Vizes kanállal, mert nem volt nokedli szaggató. Meg hát szerintem, mikor a juhász meg a parasztember kiment a mezőre megfőzni ezt az ételt, akkor nem vitt magával haluska, vagyis galuska erezgetőt. Úgyhogy így csak kanállal simán bele lehet szaggatni, és nagyon jól fog kinézni az étel, hogyha minden galuska más formájú. És most meg lehet kóstolni. Te vagy a szerencsés első ember. Köszönöm szépen. Legalábbis látom, már a színéből is, de az illatából is, meg a... Az íz az. Az a tökély. Én is kóstolok egyet. Ez tökéletes. Szerintem ezt már nem kell főzni, csak pihentetni. Ki is kapcsolom, és ezt most 10 percig pihentetjük. Jóska bátya, elérkeztünk a várva várt pillanatig, tálalunk. Hát tálaljunk. Tálaljunk. Hát tálaljunk. Oké, okay. Ide készítettem 2 tányért, figyeld. Na. Ilyen mély tányérba szokták ezt az ételt tálalni, és fel kell keverni. Figyeld, milyen tartalmas kis leves kaptunk. A szalonna bőrt te tetted bele, úgyhogy azt meg is kapod. Így. Azt én szeretem. Így kell kinézni ennek a viski babgulyásnak, amit itt rögtönöztünk Ardóba. Ez lesz a tiéd. És tudod, mi kell még rá? Nem én mindig tudom. A színéből, a zsírjából szoktam rátenni, figyeld, így megcsorgatjuk, hogy legyen szép piros színe, a sajátomra is teszek, engedelmeddel, tegyük ide ezt a 2 kis ételt, figyeld, és akkor díszítsük ki. Díszítsük. Mi nélkül nem lehet a bableves? Szerintem tejföl nélkül, igen? Nálatok is tejföl leszik? Na próbáljuk. 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 Tegyünk bele, figyeld, így. Piros a zajja, piros igen. A zajja. Figyeled. Ráteszünk 2 nagy kanál tejfölt. A tejfölre szórjuk rá a zöldet. Szórjam. Igen.
pontosan. Azt a kutya arra is tegyél, az enyémre azt is. Figyeld, hogy micsoda. És hogy meglegyenek a magyar színek. Vannak. Meg legyen a magyar, azt mondják, mentalitás. Teszünk rá egy pici erős paprikát. Zöldet és pirosat. Egy kis pistát. Hát, ez pistának a jánya. Úgyhogy így fog kinézni a babgulyásunk. Aranyos lesz. Amit Beregardóba főztünk manzákéknál. Figyeld, ezzel a finom étellel mindenkinek szeretnénk kellemes hétvégét kívánni. Szeretettel. Szeretettel. És mindenkinek. És jó egészséget mindenkinek. Köszönjük mindenkinek szépen. Jó egészséget.